Már két tűzeset is történt idén Tolna megyében. Január 2-án vasárnap nagy dorogra riasztották a paksi hivatásos szerveket, ahol autógumi, szemét és faág égett az egyik utcában. A másik jelentősebb tűzeset az év első hétfőjén történt. Január 3-án a Paksi hivatású tűzoltóegységeket riasztották német területére, külterületére, ott egy hétvégi háznak használt épület teljes terjedelmében égett. Nagyságrendileg 120 négyzetméter az, ami a lángok martalékává vált, a kérkező tűzoltóegységeknek még a lángokban a foltóban lángoló tetőszerkezetet kellett eloltaniuk, hőkamerával átvizsgálták az épületet, személyisérülés nem történt. Azonban az egyik legalattomosabb gáz is felütötte fejét a napokban Tolna megyében. Egy sikeresen telepített szénmonoxid mérő mentette meg egy család életét. Köves Péter a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője kiemelte, tévhit, hogy csak a régi gázkazánoknál jelentkezhet ez a probléma, hiszen minden nyílt égésterű fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgezőgáznak, amennyiben nem biztosította a levegő utánpótlás. A keletkezett szénmonoxid magas koncentrációban akár egy percen belül is halált okozhat. Hozzátette, a fűtési időszakban megnő a szénmonoxid mérgezéses esetek száma. Itt egy gázkészülék volt az, ami ennek hát nem a hanem a szénmonoxidot termelt a nagyobb mennyiségben is ez áramlott vissza a lakótérben. Ennek köszönhetően a telepített szénmonoxid érzékelő készülék bejelzett, majd vonultak a tűzoltók a helyre. Ide a védelmi műveti szolgált baranyomegyéből vonult, és ő olvasta ki gyakorlatilag a ezt a rögzített 200 ppm, tehát veszélyes határérték körüli adatot. 2021-ben 20 esetben riasztották a Tolna megyei tűzoltókat szénmonoxid jelenléte miatt. Ezek többsége olyan volt, ahol a már beszerzett szénmonoxid érzékelő jelzett, így nem történt haláleset.